Október a döntés hónapja, ezt mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Jó reggelt kívánok, ez itt már a napindító. Itt van Zavaros Eszter, jó magam pedig Perjési Tamás vagyok. Arról beszélt még az ukrán elnök, hogy októberben, novemberben és decemberben reális esélye van arra, hogy a dolgokat a béke, illetve a tartós stabilitás felé mozdítsák el. Hogy ez mit jelentett a gyakorlatban, ezt kérdezzük majd például Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőtől. Pidló Gábor, a Budagabon a ügyvezetője is vendégünk lesz. És természetesen ma is kikapcsolunk majd Kárpátaljára, tudósítónkhoz, Dunda Györgyhöz. Jöjjön első körben most háborús a szállításunk. Az ukrán elnök szerint azzal kerülnének közelebb a békéhez, ha Kijev meghívást kapna a NATO-ba. Volodymyr Zelenszky úgy érvelt, hogy Oroszország ezzel geopolitikai vereséget szenvedne. Moszkva azonban merőben más véleményen van. A Föderáció külügyminisztériuma közölte, lehetetlen igazságos békét elérni, ha Ukrajna csatlakozik a NATO-hoz. Kiégett fák, amerre a szem ellát. A kárt egy robbanás okozta egy ukrajnai nemzeti parkban. Az erdő gondozása igen kockázatos. A legnagyobb veszélyt az aknák és a földbe rejtett fel nem robbant lövedékek jelentik. Eközben az ukrán elnök szerint a mostani harcokkal a háború 2025-ben lezárható. Hozzátette, Ukrajna számít főszövetségesei köztük az Amerikai Egyesült Államok támogatására. A harctéri körülmények lehetőséget nyújtanak arra, hogy döntsünk. Egy olyan döntésről van szó, amely a háború 2025-ig történő lezárását célozza meg. Számítunk Biden elnök vezetésére, és bízunk Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország hatékony és megfontolt intézkedéseiben, amelyek Európa biztonságának és békéjének helyreállítását szolgálják, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky arról is beszélt, hogy Ukrajna meghívása a NATO-ba lépést jelentene a béke felé, mert ezzel Oroszország geopolitikai vereséget szenvedne el. Ezzel szemben az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdán arról beszélt, hogy lehetetlen igazságos békét elérni Ukrajnában, ha Kijev elveszti semlegességét azáltal, hogy csatlakozik a NATO-hoz. A nyugat elfelejti, hogy a konfliktus kitörésének egyik legfőbb oka éppen az volt, hogy az ukrán politikai vezetés szenvedélyesen igyekezett Ukrajnát beléptetni a NATO-ba, és ugródeszkaként használni az Oroszországgal szembeni konfrontációjához. E sor mentén tömeges jogsértések történtek az oroszul beszélő lakosságban. Körében. Egy gyökerekből fakadó válság okainak megszüntetése nélkül lehetetlen egy igazságos békét elérni, ahogy azt az orosz vezetés többször is hangoztatta. A fenntartható és hosszú távú béke elérése Ukrajnában irreális a semleges státusz helyreállítása, a nácizmus és a nacionalizmus felszámolása, valamint a diszkriminatív törvények eltörlése nélkül, jelentette ki az orosz külügyminisztérium szóvivője. Az orosz elnök már korábban is kijelentette, hogy a béketárgyalások csak akkor kezdődhetnek meg, ha Kijev átadja Moszkvának az igényelt területeket, és elfelejti a NATO csatlakozást. És itt van már velünk Skype-on keresztül Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok, köszöntjük itt a műsorban. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lehet a bejátszáshoz? Kettő is. Ez egy elég. Amit Zelenszky mond, ami a béketervben van, az keresztül vihetetlen. Ha megnézem az elmúlt napokat, a szlovák miniszterelnök Fico is azt mondta, hogy a NATO tagság Ukrajna részére azt jelenteni, hogy a harmadik világháborúban vagyunk. Tehát amiket ő mond, hogy Oroszország stratégiai gyengítése, neki nem Oroszországot kell stratégiailag gyengíteni, hanem Ukrajnát kellene fölfejleszteni. A kettő nem ugyanaz. Tehát a mostani tervet az amerikaiak kerekperhez közölték, hogy nem léphet be a NATO-ba. A nyugati sajtó tele van olyan hírekkel, hogy Trump hányszor tárgyalt titokban, még már nem volt elnök, de még nem volt meg a választás, tehát az elmúlt hónapokban Putyinnal. Tehát a Zelenszky-féle béketerv halálra van ítélve. Ő most volt lent Dél-Kelet-Európában, ahol a szerbek kerekperec közölték, hogy a béketerv keresztül vihetetlen, és Zelenszkynek el kellett fogadni kompromisszumokat. Tehát amiket ő mond, úgy néz ki, mintha győzne, de ő a frontokon veszít. Tanár úr, akkor engedjen meg egy kérdést, egy picit meg is előzött talán, de hogy ugye október a döntés hónapja, ezt mondta Volodymyr Zelenszky, elindulhatunk a béke vagy a tartós stabilitás fele. Hogyan képzeli el egyébként az ő fejében, milyen terv áll rendelkezésre? Beszéltünk a győzelmi tervéről, de milyen fajta békére gondolhat az ukrán elnök, pláne egy októberben, amiben hobban-holabban már egyébként tulajdonképpen benne is vagyunk? Több dolgot
tetszett kérdezni, próbálok válaszolni. Egy, a béketerv alapja számára az, hogy Oroszország fizessen több mint 700 milliárd eurós jóvátételt. Ez soha nem fog megtörténni. Kettő, Oroszország mondjon le a négy vitatott Donbasszi térségről, megyéről. Itt én látnék kompromisszumot, de hogy a oroszok mondjanak le mind a négyről, ez utópia. A következő, hogy a Krím térjen vissza Ukrajnához, mivel a Krímben van Szevasztopol, Oroszország egyetlen nagy mélytengeri melegvízi kikötője, ez megint lehetetlenség. Tehát amit ő mond, az a korábbi béketerv. Október a döntés hónapja. Igen, mert azt hitt, hogy Rammsteinben csúcs találkozó lesz, és oda eljönnek az amerikai elnök, a brit, a francia, a német és olasz vezetés. De attól kezdve, hogy nem jönnek el, hogy bejelentette az amerikai elnök, hogy olyan katasztrofális helyzet van Floridában, hogy ő nem hagyhatja el az USA-t, ettől kezdve az ukrán sajtóba elkezdtek a negatív vélemények jönni az USA-ról. Közölték azt, hogy ha az elnök nem jön, miért nem jön az alelnök? Oké, de hát Kamala Harrisnek éppen választási harca van. Miért nem jön a külügyminiszter? Hát az fura, hogy jött a brit miniszterelnök, a német kancellár, a francia köztársaság elnöke, olasz miniszterelnök, és a USA-t idézőjelben csak egy külügyminiszter képviseli. Tehát a Zelenszkij-féle tervek keresztül vihetetlenek. Az elmúlt 24 órában a nyugati sajtó tele van olyan hírekkel, hogy Zelenszkij hajlik a kompromisszumra. Ezt Kijev hivatalosan cáfolta, tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Az, hogy Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy ön is fogalmazott, hogy nem jön a Milton Hurrikán miatt át Európába, és hogy nem jön Kamala Harris sem, aki alelnök és demokrata párti elnök jelölt. Ez mutatja azt, hogy hogyan értékelik ezt a konfliktust ott az Egyesült Államokban? Tehát van, ami fontosabb, mint ez? Vagy ez egy, mondjuk túlképzeljük ezt a jelenlegi helyzetet, mert valóban, hogyha megnézzük, hogy mi van Floridában, akkor ez nem véletlen, hogy ez felülírja azt, ami történik az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Vagy ennél lesz több? Kiváló. Ha én amerikai elnök lennék, és nem akarnék elmenni egy találkozóra, kellene valamit találnom, ami támadhatatlan. Az, hogy Floridában hurikán van, az, hogy emberek menekülnek el, az, hogy a legújabb jelentések szerint 3 millió ember maradt áram nélkül, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy azt mondjam, hogy én, mint amerikai elnök, nem hagyhatom el jelenleg az Egyesült Államok területét. A valóságban, elnézést, a nyugati vezetés zömének elege van Zelenszkijből. Január 20-ig elnök Biden, utána visszavonul. Meglátjuk, hogy ki lesz az útod, a demokrata vagy republikánus jelölt. A kettő teljesen más orosz politikát akar folytatni, de az amerikai elnök nagyon sokszor bejelentette, hogy nem engedélyezi amerikai fegyverekkel Ukrajna támadását Oroszország mélységi területei ellen. Több mint 160 célpontot mutatott be Zelenszkij, hogy ezt akarja megtámadni Oroszország mélységi területein. Nem éri meg, mert elképesztő válaszcsapással. Itt a képen, hogy éppen Zelenszkij megjelenik valamelyik nemzetközi tárgyalásán, ahol ugyanazt mondja, de ma már egyre többen közlik, hogy nem megy. A német kancellár közölte, hogy ő veszi fel a kapcsolatot Putyinnal, mert meg akarják akadályozni, hogy ez a háború folytatódjék. Zelenszkij azt mondta, önök mondták egy perc, hogy október a döntés hónapja. Oké, ezt az elmúlt két és fél évben x-szer hallottuk, és nem jött be a döntés. Mark Rutte új NATO főtitkár első hivatalos útja az Kijevbe, Kijevben volt, ugye nem az az első kijevi látogatása egyébként az új NATO főtitkárnak, minden esetre ő mondta azt, hogy jogilag lehetséges az Ukrajnának szállított nyugati fegyverek bevetése oroszországi katonai célpontok ellen, de ennek engedélyezéséről a szövetségeseknek kell dönteniük. Ugye az Amerikai Egyesült Államok egyelőre piros lámpát adott ezeknek a bizonyos típusú fegyvereknek a bevetésére válaszul, de mi lesz a többi országgal, mi lesz ezeknek a fegyvereknek a bevetésére? Csak az amerikai választás után lesz ebben döntés? Nagyon jó, kezdjük az elején. Mit mond a NATO főtitkár, aki korábban holland miniszterelnökként a háború kezdete óta négyszer volt ki ebbe? Azt mondja, hogy a NATO ebben a kérdésben támogatja Ukrajnát, de minden NATO tag maga dönt. Magyarul az USA elutasította. Németország egyértelműen közölte, hogy nem ad át Taurus rakétákat. Bejelentette, hogy német rakétákkal nem lehet Oroszország mélységi célpontjai, itt egy drónt irányítanak éppen. Nem lehet Oroszország mélységi célpontjai ellen ezeket a fegyvereket bevetni. Kik követelik azt, hogy kőkemény legyen a ukrán csapás? A baltiak, a lengyelek, a skandinávok. A lengyelek már egyszer-kétszer visszakoztak, mert pár héttel ezelőtt még azt mondták, hogy ők hajlandóak lennének Ukrajna fölött a orosz drónokat lelőni, ebből akkor a botrány lett, hogy visszakoztak. Most a lengyelek azt mondták, hogy hajlandók lennének arra, hogy a Nyugat-Európából önként hazatérő ukrán férfiakat
egy 30-35 napos program keretében fölkészítsék a hadseregre. Nyugat-Európa egészéből durván 200 ember jelentkezett le a programra, tehát a program csőd. Máshogy fogalmazva, a döntő része a nyugatnak el akarja kerülni azt, hogy nyugati fegyverekkel Oroszország ellen mélységi csapást intézzenek, mert ez egyértelmű lenne azzal, hogy ezek az országok belekeveredhetnek a háborúba. Senki nem akar harmadik világháborút. A sajtó tele van azzal, hogy milyen titkos orosz-amerikai vezérkari főnöki tárgyalások folytak, pontosan azért, hogy a harmadik világháborút elhárítsák. Teljesen egységes a német álláspont, kérdezem csak azért, mert pont Annalena Baerbock, német külügyminiszter beszélt arról a napokban, hogy engedélyezhetik német fegyverek használatát orosz területek ellen, persze ebben nincs benne a Taurus rakéta, mert az egy külön történet, és ezáltal nincsenek benne a nagy hatótávolságú fegyverek, de hogy mégis fegyverek alkalmazását, az belengedte, hogy tulajdonképpen ez innentől kezdve az ukránokon múlhat. Egységes teljes mértékben Németország? Abszolút nem. Hárompárti kormány van, nagyon sokszor elmondtam, hogy Konrad Adenauer óta, 50-es évek óta ilyen nem volt. A három pártból a liberális párt a politikai halál a szélén van, mert a három kelet-német tartományban 1-2-1-2 0,1 százalékot ért el, tehát teljes csődöt valót. Most kb. Két nappal ezelőtt a liberális párt előállt egy 9 pontos programmal, aminek az a lényeg, hogy mit lehetne Németországba csinálni a migrációval, ennek van ukrán vetülete, ott menekültek jönnek, de nagyon nehéz a kérdés. A másik pedig az, hogy amióta kancellár Scholz másodszor fordult elő, és közölte, hogy ő a kancellár, és ő dönt, és bejelentette, hogy német fegyverekkel nem lehet Oroszország ellen mélységi csapást intézni. Tehát a külügyminisztert, ha úgy teszik, helyre tették, és mivel a zöld párt, ahol nyílt a külügyminiszter Annalena Baerbockon éppen iszonyú válságban van. A párt két elnöke lemondott, a párt ifjúsági szervezete kilépett a pártból, így Scholznak ezt a döntést lehetősége van végrehajtani. Maradjunk Németországnál, nincs babazsúr felnőttek nélkül, mert a végén még a kisbabák tüzet gyújtanának. Ez a németországi csúcs találkozó elmaradásával kapcsolatban hangzott el. Mit jelent ez pontosan? Hát ez azt jelenti, hogy egy, az amerikai elnök nem hajlandó átjönni Rammsteinbe. Kettő, ettől kezdve túl nagy értelme a találkozónak nincs. Három, Borrell bejelentette, hogy ha Európa sem ad támogatást, akkor napok alatt Ukrajna összeomlik. Négy, bejelentették azt, hogy a nyugat-európai vezetők nélkül ne üljenek letárgyalni, mert tüzet foghatnak, máshogy fogalmazva, a legelején a bejátszásban is az volt, hogy Ukrajna béketerve az, hogy Oroszországot stratégiailag meg kell gyengíteni, Oroszország be akar lépni a NATO-ba, ez a tüzet jelenti, ezt ma Nyugat-Európa el akarja kerülni, és ami nekem érdekes, Zelenszkijel szemben az ukrán sajtóban is rendkívül komoly kételyek fogalmazódtak meg, ezek azért az elmúlt két és fél évben nem szerepeltek. Ez a nemzetközi vetülete ennek a konfliktusnak, és ha megnézzük azt, hogy belül hogyan áll Ukrajna, hogyan áll mondjuk a katonaság ez a kérdéshez, akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag már általánossá vált a szökés a hadseregből, és hogyha ehhez hozzáveszünk azt, amit ön mondott, hogy hányan akarnak visszatérni Ukrajnába, hogy harcoljanak, ez semmi esetre sem azt mutatja, hogy a morál olyan erős lenne a hadseregben, és képes lenne Ukrajna akár sokáig kitartani. Teljesen igaza van ennek egy. Miután a büntető tételét a szökésnek lejjebb vitték, általánosra vált a szökés. Ukrán tisztek elmondják azt, hogy az egyes alakulatoktól század, zászlói és a többi mennyi ember szökik meg. Ez elképesztő. Kettő, nagyon nehezen tudnak utánpótlásról gondoskodni. Nem hajlandók az emberek elmenni a frontra, és továbbra is erőszakkal szedik össze az embereket. Három, miután 620-szor fölkérték Ukrajnát, hogy lehetőleg nyomja vissza a korrupciót, naponta vannak botrányok. Most az elmúlt két legnagyobb korrupció az, hogy olyan élelmiszer szállítottak horribilis pénzért a fronton lévőknek, ami ehetetlen, és az egyik hadipari üzembe loptak jó pár millió dollárt, tehát a korrupció általánossá vált. A kérdés az, hogy ebből a korrupcióból mit akarnak kimutatni, mit mutatnak ki, de a helyzet nem változott. A nyugati szövetségesek ezt tökéletesen látják. Eddig az volt az elv, hogyha Ukrajna vállalja, hogy harcol Oroszország ellen, akkor szemet hunynak. Hogy ez így lesz a jövőben is, ezt meglátjuk november 5 az amerikai elnök választás után.
Hadd hozzak föl itt, tanár úr, egy adatot. Az előző hónapok adataihoz képest augusztusban valamelyest több volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában. Ez a vizsgált hónapban egyébként ez a szám 4,2 millió főt jelentett. Emelkedhet ez a szám az elkövetkezendő időszakban, illetve ez is azon múlik majd valamelyest, hogy az amerikai elnökválasztáson melyik elnök jelölt indíthatja meg a kormányát? Több dolgot tetszett mondani. Egy, a függetlenség kikiáltás akkor 91-ben Ukrajnának 51-52 millió lakosa volt. Most 24 meg 9, 37 évvel a függetlenség után a fele. Kettő, az ukrán határokat légmentesen zárták. Továbbra is folyik az embercsempészet, de nem olyan mértékben, mint eddig. Három, nők, gyerekek ki tudnak menni, férfiak rendkívül nehezen. Négy, ma már egyre több nyugat-európai ország, a norvégoktól kezdve a németeken át azt mondja, hogy komoly pénzt fizet a ukránoknak, aki hajlandó hazamenni. Van olyan ország, amelyik azt mondja, hogy repülőjegy plusz 2000 eurót ad. 2000 euró elképesztő pénz Ukrajnába, hogy kezdjen új életet. Na most nyilvánvaló az, hogy sokan akarnak jönni, egyre kevésbé hajlandó ezeket az embereket Nyugat-Európa fogadni. Érdekes módon az ukránok sem tudtak integrálódni a nyugat-európai társadalmakba. Én nagyon sokszor megkapom a kérdést, hogy a háború után hazamennek-e. Nyilván jelentős részük nem. Ma erről nem beszélnek, mert ez ma nem téma. A nagy kérdés az, hogy mikor ér véget a háború, milyen feltételekkel, milyen vezetése lesz Ukrajnának, és ez foghatni nyilván a Nyugat-Európában élő ukránokra. Itt pont arról beszéltek a napokban Ukrajnában, hogy ezt a demográfiai problémát akár úgy is meg lehetne oldani, hogy aztán betelepítenek oda olyan migránsokat akár, akik érkeztek mondjuk Afrikából vagy Ázsiából, és akkor megoldódna hosszú távon. Tehát már Ukrajnában is beszélnek erről a folyamatról. Ezt hogyan értékel, vagy hogy látja? Nyilvánvaló afrikai, ázsiai migránsok végszükségben mennének oda. Kettő. A migránsok még Kelet-Európába se akarnak jönni, ők Nyugat-Európa leggazdagabb államaiba akarnak menni, Németország, Franciaország, Benelux, Nagy-Britannia, Skandináv térség. Számukra Ukrajna nem jön szóba. Három. Ez azt jelenteni, hogyha egyszer ezeket az embereket beengednék, ettől kezdve az ukrán társadalom nem az, ami volt. Itt el lehet mondani, hogy a háborúban rengetegen haltak meg. A hivatalos ukrán adatok nyilvánvaló hazugságok, tehát azt felejtsük el, a valóság ennél sokkal-sokkal nagyobb számokat mutat. A hivatalos ukrán adat az, hogy eddig meghalt 18 ezer ember, és a túloldalon meghalt 560-valahány ezer orosz. Ez egyszerűen butaság. De nyilvánvaló az, hogy valamit csinálni kell Ukrajnával, számomra a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a fegyverszünet és béke lenne. Nyilvánvalóan itt kompromisszumok lehetségesek, de mindennek az alapja november 5 amerikai elnökválasztás. Ha Trump bejön, akkor nyilván tárgyal Putyinnal, Zelenszkijel, a demokratáknál még azt se lehet tudni, hogy milyen koncepcióval jön Kamala Harris az ukrán kérdéshez. Lezajlott Strasbourgban az Európai Parlamentnek a plenáris ülése, ahol Orbán Viktor miniszterelnök bemutatta, illetve elmondta a Soros elnökséggel kapcsolatos ugye, programpontokat, ami szerint haladna ugye Magyarország. Persze ebből lett egy teljesen más jellegű vita, és igazából csörte inkább annak nevezném, amikor szóba jött és abszolút terítéken lett Magyarországnak a belpolitikája. Nagyon kevés szó esett, ugye Ukrajnánál, amit hiányolt is a miniszterelnök, hiszen tulajdonképpen azért volt ott, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák az Európai Parlament képviselőivel. Szerdán a tagállamok szakminisztereiből álló Európai Unió tanácsában a tagállamok megállapodtak egy 35 milliárd eurós rendkívüli pénzügyi támogatási kölcsön, amit ugye most megkapott Ukrajna. És közben Josep Borrell nyugati támogatás nélkül nem lehet Ukrajna, és nem tudna talpon állni Ukrajna, ezt mondta. Azért hoztam fel ezt a plenáris ülést, mert igazából lehet azt látni, hogy ez a nyugati támogatás az egyre inkább csökken, csak induljunk ki a német gazdasági helyzetből, Németország sem már nagy rajongója és nagyon nagy lelkes támogatója ennek az ukrán-orosz konfliktusnak. Mindez, amit eltetszett mondani, az tökéletesen igaz. Nyugat-Európában a fegyverraktárak kiürültek. Nyugat-Európának ma már rendkívül komoly anyagi gondjai vannak. Nyugat-Európa abban a kérdésben, hogy meddig kell támogatni Ukrajnát, nem egységes. Mindenki azt mondja, hogy addig támogatjuk, amíg szükséges. Tessék mondani, mi a szükséges definíciója. Orbán Viktor. Rendkívül érdekes volt, hogy Orbán Viktorral a jelenlévők egy része abszolút egyetértett, egy része nem. Én mondhatnám azt is, hogy itt is a november 5 lesz a határ.
muszáj határidő, mert abban a percben, ha bejön az amerikai elnök, neki legfontosabb európai szövetségese, nagyon furcsa, amit mondok, nem Nagy-Británia, nem Németország, nem Franciaország, nem Olaszország lesz, hanem neki a partnere Orbán Viktor, magyar miniszterelnök és a magyar kormány. Ez Magyarországot Brüsszelbe az egekbe fogja emelni, és az ellenünk irányuló tárgyalások le fognak csökkenni az objektív változás hatására. Ha demokraták jönnek be, arra föl kell készülni, mert az megint egy új helyzet. Tehát ma Nyugat-Európának elege van abból, hogy ontja a pénzt, újabb csomagokat fogad el. Én kíváncsi vagyok arra, hogy ebből a 35 milliárdból mi lesz. A von der Leyen számomra rendkívül furcsa politikát folytat ebben a kérdésben. Ő nyilvánvalóan a brüsszeli elit egy részének az álláspontját képviseli, többek közt a magyar miniszterelnökkel folytatott vitájában is. Nagy-Britanniában viszont arról beszélnek mindeközben, hogy akár csapatokat küldenek Ukrajna nyugati részére, és a kiképzést, amelyet folytattak eddig odahaza, és kiképeztek ukrán katonákat, ukrán területen folytatnák a jövőben, mert hogy ez költséghatékonyabb lenne, legalábbis brit szempontból. Viszont ha ez bekövetkezik, akkor az egy lépcsőfok-e az eszkaláció irányába? Hogyan értékeli azt majd Oroszország? Hogy látja? Egy. Nyilvánvaló, ha én megyek oda, és nem x száz vagy ezer ember jön hozzám, az hatékonyabb. Kettő. Ez a háborúban eddig még nem vezetett eredményre. Három. Hogy kezdődik a vietnámi háború, hogy az Egyesült Államok idézőjelben csak kiképzőket küld, majd újabb és újabb csapatokat, végül az amerikai hadsereg létszáma jóval meghaladja a vietnámi háborúba a 500 000 főt. Amikor a béke Nobel-díjat átadják az észak-vietnámi politikusnak is, Kissingernek, ebből akkora botrány van, hogy máig nem csétultak el az indulatok, hogy kaphat Kissinger béke Nobel-díjat. Tehát a válasz az, amit a britek mondanak, az gazdaságilag logikus, politikailag nem. Következő. Ma Ukrajnában a nyugati fegyverek kezeléséhez nyilvánvaló támogatást kapnak a megfelelő nyugati szakemberektől, mert a ukránok erre képtelenek. Az, hogy gyors talpalóval kiképzik az ukránokat USA-ban, Nagy-Britániában, Spanyolországban, stb., ez nem egyenlő azzal, mintha ezek az emberek normál kiképzést kaptak volna. Tessék megnézni, hogy nem tudják úgy kezelni az F-16-osokat, ahogy a nyugati pilóták, és nagyon sok egyéb. Tehát ez a brit álláspontot közgazdaság meg lehet indokolni, politikailag nem, és nyilvánvaló, ha megjelennének komolyabb brit csapatok, abban a percben az orosz válaszcsapás kiszámítható. Nógrádi Györgynek köszönjük szépen, természetesen a szünet után folytatjuk majd a beszélgetést. Úgyhogy tartsanak velünk, a szünet után folytatjuk a napindítót, és kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán, illetve közel-keleti konfliktussal. Nem beszéltünk a tűzszünetről, ezt mondta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azután, hogy találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel is. Ahogyan már itt korábban lehetett hallani, ugye Eszter idézte, hogy mi hangzott el akkor, amikor találkozott egymással Mark Rutte, NATO főtitkár Keir Starmer, brit miniszterelnök, valamint Zelenszkij ukrán elnök. Aztán tovább ment Londonból Párizsba Zelenszkij, ott tehát Macronnal is találkozott, és ahogyan az imént idéztem, a tűzszünet az szóba sem került. Itt tartunk jelen pillanatban. És szólítom Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, aki továbbra is itt van velünk Skype-on keresztül. Ez azért ellentmond annak, hogy közben az október a béke, meg a stabilitás terve, tehát tulajdonképpen itt Volodymyr Zelenszkij azért hol feketét mond, hol fehéret? Természetesen mondhatnám azt a hülye választ, hogy politikus, ráadásul nem is fölkészült, de a helyzet ennél összetettebb. Ő a tűzszünetről nem hajlandó beszélni, ő eddig a béketervéről volt hajlandó beszélni, és békecsúcsot akar tartani, de látszik, hogy ezt előbb elmondtam, nem fogadják el a nyugati hatalmak. Tehát annak a realitása, hogy a Donbass mind a négy megyét visszakapja, a Krimről oroszok lemondanak. Oroszország fantasztikus, több mint 700 milliárd eurós jóvátételt fizet, ez utópia, ez egyszerűen ostobaság. Itt éppen a német kancellárral találkozik, aki támogatásáról biztosít, és kap újabb összegeket, de nem annyit, amit akar, nem kapja meg a Taurus rakétákat, és Németország nem hajlandó ahhoz hozzájárulni, hogy mélységi csapást intézzenek német fegyverekkel Oroszországgal szemben, mert előbb-utóbb újra lesz német-orosz együttműködés. A másik megjegyzésem, hogy itt önök bemondták, hogy találkozik a francia köztársaság elnökével. Oké, de Franciaországnál is a fegyverszünet azért nem írt szóba, mert számára ez ismeretlen. Ő hivatalosan a győzelmet hirdeti, és október lenne a győzelem hónapja.
Én mondhatom azt, mert én egy egyetemi tanár vagyok, nem vagyok politikus, éppen a indiai miniszterelnökkel ölelgetik egymást. Tehát mondhatja azt, hogy ő hisz a győzelembe, de rajta kívül kevesen. Nagyon-nagyon komoly belső viták vannak az ukrán vezetésen belül. India sem támogatja ezt az Zelenszkij-féle tervet. A brazil békekezdeményezés Kínával 110 ország támogatását kapta meg. Egyszer el kell mondani, hogy az ENSZ-nek 193 tagállamban van most az ENSZ közgyűlésén 30 ország, tehát a tagok 15-16%-a támogatta a Zelenszkij-féle elképzeléseket, csak a nyugati hatalmak. Ezen kívül senki. Oda lehet küldeni fegyvert. Itt látunk különböző fegyverkészleteket, látunk páncélozott szállító harcjárművet, látunk mindent. De ez kevés. Oroszország atomhatalom, Oroszországnak a tartalékai sokkal nagyobbak, mint Ukrajnának. Az emberanyagban nem összehasonlítható a két fél, és gyakorlatilag ma a világ nem abból indul ki, hogy Oroszországot meg kell semmisíteni, és tétre kell kényszeríteni, mert a két vezető atomhatalom egyike, hanem abból indul ki, hogy el kell kerülni a harmadik világháborút. Itt látszik, hogy mekkora különbség az ukrán és a különböző nyugati katonai tervek között. Tekintve mindezt, amit elmondott, az útja Párizsból Olaszországba, majd Németországba vezet Zelenszkij elnöknek, akkor hasonlók lesznek ott is terítéken, hasonló válaszokat kaphat, vagy akár amiket kér, azokat gyakorlatilag udvariasan visszautasítják? Nem, amit kér, annak egy részét megkapja. Mindazt megkapja, ami az illető országot nem terheli túl. Olaszországról azért mondjuk el, hogy minden szépsége ellenére Európa egyik legszegényebb országa, ha megnézem, hogy a GDP hány százaléka az, ami tartozás. Németország esetében a hárompárti német kormányon működésképtelenség szélén van. A hárompárti kormányban ma már a Scholz próbálja valahogy az egyensúlyt tartani. Az elmúlt napokban jött elő, hogy ne is ő induljon a Szociáldemokrata párt nevébe, előként, hanem a védelmi miniszter Pistorius. Ő az első védelmi miniszter nagyon régóta, akinek nincsenek olyan korrupciós botrányai, vagy nem derül ki róla, hogy fogalma nincs a védelemhez. A von der Leyenről kiderült, hogy a miniszterség alatt olyan korrupciós ügyek voltak, amelyeket mindmáig nem lehetett és nem akartak föltárni. Tehát a Zelenszkij nyugat-európai körútját Ukrajnába sikerként fogják beharangozni. A valóságban ez a kompromisszumok tömege. Hollandia F-16-os vadászgépeket fog oda ajándékozni vagy adni Ukrajnának, és egy F-35-ös gépeket fog megvásárolni. Mit jelent ez pontosan a gyakorlatban, illetve ezeknek az országoknak, akik ugye ezeket a bizonyos vadászgépeket már előzőleg felajánlották Ukrajnának, nekik ez mennyire éri meg, hogy régebbi gépeket oda ajándékoznak ugye egy háborúban álló országnak, és mennyire jó az, hogy ehelyett egyébként vesznek újat? Ez egy óriási üzlet. Mit csinál Hollandia? 24 darab régi F-16-osa van, odaadja. Ezért ő pénzt kap Brüsszelből. Ebből a pénzből modern amerikai F-35-öseket vesz Washingtontól. Mit ad át Ukrajnának? Azokat a gépeket, amelyeket ő már nem tud használni. Ezek még mindig kiváló repülőgépek, de látni kell, hogy réges-régen nem a legmodernebbek. Az elmúlt 24 órában az oroszok megsemmisítettek különböző ukrán szupermodern rakétaállásokat. Tehát a nyugati vélemény az, hogy a legmodernebb fegyvert nem célszerű odaadni, nem tudják kezelni, és előbb-utóbb megszerzik, vagy megszerezhetik az oroszok. Hollandia esetében is a másodvonalbeli technikát adták oda, aminek Ukrajna rendkívül örül, és ilyenkor mindig azt mondja, hogy hálás vagyok, de kérem a következő csomagot, és ezt látjuk most is a fronton. Tehát a frontokon az oroszok mennek előre. Kursznál már visszafoglalták az ukránok által bevett terület 20-valahány százalékát. Ezt láthatjuk most, a frontokon nagy változás nincsen, és az, hogy Oroszország mélységi területei ellen csapásokat mérnek, ez nyilván dühíti az oroszokat, és mivel katonai fölényben vannak, a megfelelő válaszlépéseket megadják. Tehát amit Zelenszkij mond, hogy békeprogramja van, ez egyszerűen butaság, hogy győzelmi programja van, ez egyszerűen nem igaz. Október 14-én hétfőn egy nagyszabású nukleáris hadgyakorlatot kezd majd a NATO. Mark Rutte főtitkár beszélt erről, de ő azt mondta, hogy a gyakorlat nem tartalmaz katonai fegyverek bevetését, azonban szimulálják, hogy katonai repülőgépek amerikai atombombákat szállítanak. Északi-tenger, Belgium, Hollandia, Egyesült Királyság, itt lesz majd a hadgyakorlat, ahol egyébként például F-35-es vadászgépek is majd a levegőbe emelkednek. Tekintve, hogy ez most jön ugye 3 nap múlva, ennek van egyfajta üzenetértéke, és akár Oroszország irányába egy demonstráció, egy erődemonstráció ez a NATO részéről, vagy mi egészen konkrétan?
Persze, gyakorlatilag bizonyítani akarja, hogy a NATO készen áll. Németül van egy olyan mondás, hogy fürdén fáldász arra az esetre, ha. Ön elmondta, hogy F-35-ösök részt vennek. Igen, emellett B-52-esek is részt vesznek. Tehát gyakorlatilag Nyugat-Európa hadseregei Amerikai Egyesült Államokkal együtt légierő együttesen egy hadgyakorlatot hajt végre. Egy, nyilván az oroszok figyelik. Kettő, nyilván az embereik ott vannak és nézik, hogy mi ez a hadgyakorlat, és mit lehet ebből Oroszország számára tanulságként levonni. Három, nyilvánvalóan nem akarnak harmadik világháborút, az erőt demonstrálják. Ugyanezt csinálták az oroszok a megfelelő hadgyakorlataikkal, és nyilván ez Ukrajnában úgy fog megjelenni, hogy igen, a világ mellettünk áll, ami viszont nem igaz. Térjünk át a közel-keleti helyzetre, mert ott is van miről beszélni. Ugye lezajlott az a bizonyos telefonhívás szerdán Joe Biden amerikai elnök, Kamala Harris alelnök, demokrata elnök jelölt, és Benjamin Netanyahu között, ami egy olyan telefonhívás volt, azt, hogyha jól tudom, 40 percig tartott, és alapvetően Izraelnek a védelmi, különböző védelmi stratégiájáról beszéltek. Azt lehet tudni, hogy ugye az izraeli hadsereg nem csak Hassan Nasrallahot, a Hezbollahnak a vezetőit, hanem ennek helyettesét is likvidálta, és alapvetően a Hamász és a Hezbollah teljes megsemmisítésére készül. Hogy áll most Közel-Keleten a helyzet? Mennyire van támadás alatt akár Irán, akár Libanon, akár egyébként Izrael? Mi most ott a helyzet pontosan? Mit lehet tudni? Rengeteg dolog van. Tehát ha én megnézem Izrael délen, ott van a gázai övezet. A gázai övezetben lévő Hamász 27-28 ezer emberének jelentős részét megölték, de továbbra is van ott 7-8 ezer katona. Ehhez jön 3 ezer újonc. Tehát ami az izraeli kezdeti cél volt, a Hamász megsemmisítése, első percről elmondtam, hogy lehetetlen, meggyengíteni lehet, megsemmisíteni nem. A második izraeli cél az volt, hogy a tuszokat ki kell hozni, ez nem teljesült, néhány tuszt tudtak kiszabadítani. Izraeli adatok szerint 101 tusz van Hamász kezén. Egy kérdés, hogy ezek közül mennyi él, kettő. Az elmúlt hetek azt mutatták a gyakorlata, hogy ahogy izraeliek közelednek a tuszok felé, a hamaszosok ezeket a tuszokat megölik. Tehát itt tényleg egy fegyverszünet és béke segítenek. Bidennek volt egy béketerve, amit nem hajtottak végre egyik fél se. A középső front szakaszon a helyzet Ciszordániánál rendkívül komplikált. Ciszordániában a lakosság 13%-a zsidó, 87%-a arab palesztin. Néhány arab ország szeretne jó kapcsolatokat Izraellel, többek között Jordánia, Egyiptom, Szaúd-Arábia is lehet sorolni, de csak a háború után. A szaúdi vezetés bejelentette, hogy elismerik Izraelt, ha végre létrejön a béke, és végre megoldódik Jeruzsálem státusza. Jeruzsálem státusza a világ egyik legbonyolultabb kérdése. Egyel arrébb ott a Golán-fennség, és ott van Szíria. 1967-ben Izrael ezt a területet elfoglalta. Aki a világon létezik képletesen, ott van Szíriában, ott van Irán, Oroszország, Egyesült Államok, Törökország, és lehet sorolni. A északi front Libanon, ahol kb. 30 kilométeres sávot kérnek, akarnak az izraeliek elfoglalni, hogy visszaszorítsák a Hezbollahot, hogy rakétákkal Észak-Izrael településeit ne érjék el. Az onnan elköltöztetett, látjuk a képeket, nem lehet tudni, hogy ezek zsidók vagy arabok, 55-70 ezer zsidót vissza akarják költöztetni. Rendkívül nehéz a helyzet. Számomra nagy probléma az, hogy Izrael kezdetben azt hirdette, hogy a Hezbollah struktúrájának 30-40%-át akarja megsemmisíteni. Valószínűleg meg is tudja. A számomra a fő probléma az, hogy ezzel a térségben nem lesz béke. Rendkívül kiélezett a helyzet. Telefonbeszélgetés. A telefonbeszélgetésnek egy lényege van, Izrael csináljon-e válaszcsapást Iránnal szemben, igen vagy nem. Annyit látni kell, hogy eddig az amerikai vezetés Bidennal az élen azt mondta, hogy atomlétesítményeket és olajlelőhelyeket, olajfinomítókat ne robbantsanak föl, ne bombázzanak. A Trump azt mondta, hogy lehetséges a csapás atomközpontok ellen. De a Trump jelenleg nem USA elnök, ő a két elnök jelölt egyike. Tehát nyilvánvaló a Bidennel való telefonbeszélgetés lényege, amit nem tudom, hogy kik hallgattak le, érdekes lenne tudni, majd egyszer a történelme kiderül. Miben maradtak, mi az, amit Izrael válaszcsapásként célszerű, hogy megtegyen, vagy legyen-e válaszcsapás. Ez volt a telefonbeszélgetés lényege, ezért nem mehetett el az izraeli védelmi miniszter Washingtonba, mert először egyeztetnie kellett az izraeli miniszterelnöknek az amerikai elnökkel.
Több szempontból is nagyon fontos, hogy mi lesz a következő lépés. Egyrészt, hogy eszkalálja-e a helyzetet, mert hogy arra Iránnak kell-e, és hogyha igen, akkor hogyan reagálnia, mert hogy itt azt látjuk folyamatosan, és erről már beszéltünk, hogy igazából kényszerhelyzetbe kerül a másik fél, mert hogyha az egyik támadást indított ellene, akkor valamilyen megtorlásra azért is szükség van, hogy ne legyen ebből presztízsveszteség például. De a másik pedig az, és talán ez is terítéken volt, és talán emiatt is volt terítéken az, hogy olajraktárakat ne támadjon Izrael, hogy ez mind hatással lehet aztán az olajárra, végső soron az a benzinárra, amit akár az Egyesült Államokban is megérezhetnek az emberek, és aztán ugye szavazni kell, most már lassan egy hónapon belül vagyunk, ez pedig nem biztos, hogy akkor kedvezne a demokratáknak. Ezt hogy látja? Tökéletesen igaza van. Gyakorlatilag az amerikai elképzelés az volt, hogy amerikai választásokig Izrael várjon. A második megjegyzés, hogy el lehet mondani, hogy Irán az elmúlt hónapokban kétszer csapást intézett Izrael ellen, igen, de mind a kétszer értesítette a vezető nyugati hatalmakat, és ezek pillanatok alatt szóltak Izraelnek. Tehát úgy intézett Irán csapást, hogy a belpolitikában is a síta világban elmondhassa, hogy ő föllépett a kis gonosz ellen, mert a nagy sárkány, a nagy gonosz az USA, a kisebbik Izrael, de a valóságban a háborút el akarja kerülni. Ettől kezdve lesz érdekes Izrael reakciója, hogyan reagál, és ettől kezdve érdekes, amiről 2-3 perccel ezelőtt beszéltünk, hogy mi volt Biden javaslata, kérése az izraeli vezetés felé, mert a benzinár emelkedése a demokrata szavazatokat visszafogja az USA-ba, és ahogy ön is mondta, november 5 az elnökválasztás. Nógrádi Györgynek most köszönjük szépen, még a szünet után egy pár perc erejéig szeretnénk kikérni továbbra is a véleményét. Úgyhogy maradjanak velünk mindenféleképpen, aztán pedig majd kapcsoljuk Kárpátaljáról tudósítónkat, Dunda Györgyet, aki elmondja a legfrissebb fejleményeket onnan. Értékeléseink szerint a Hezbollah, beleértve a katonai szárnyat is, nem veszített el a parancsnoki láncát és szervezettséget demonstrál. Erről pedig Maria Zaharova, orosz külügyminisztériumi szóvivő beszélt. Továbbra is itt van velünk a napindítóban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Arról is beszélt továbbá Zaharova, hogy Izrael ismét durván megsértette Szíria szuverenitását, azzal, hogy rakétatámadást intézett egy több emeletes lakóház ellen Damaszkusz sűrűn lakott területén. Tekintve, hogy beszéltünk arról, mi az amerikai érdek a Közel-Keleten, beszéljünk arról is, hogy mi az orosz érdek, fordulok tehát Nógrádi Györgyhöz. Akkor újra jó reggelt kívánok, hihetetlen jó ez a két fél mondat, amit ön mondott. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat. Zaharova az orosz külügyminisztérium szóvivője. Oroszország ebben a konfliktusban nyilvánvalóan a Hezbollah mellett van, szövetségben, Iránnal, stb. A másik megjegyzésem az, hogy a térségben meghatározó volt a szovjet érdek. Rendkívül komoly szovjet bázisok voltak Szíriában. Itt éppen, ha jól látom, becsapódásokat lehet látni. Nem mondhat más, mint amit mond. Mi az orosz érdek? A maradék orosz érdeket át kell menteni. Szíriában maradjanak meg az orosz bázisok, Líbiában maradjanak meg az orosz befolyási lehetőségek, a Száhel-övezetből a franciákat kinyomták, az amerikaiak lassan, de távoznak, meghatározó elem lett a kínai orosz érdek. Egyes számú kérdés. Tessék mondani, meddig lesz közös a kínai és orosz érdek? Kettő. Meddig fogják a kínaiak a Wagner csoportot elviselni ott? Ezekre ma nincs válasz. Zaharova. A Hezbollah esetében a parancsnoki lánc működik. Lehet. De azért annyit látni kell, hogy a Hezbollah vezetőinek döntő része ebben a háborúban meghalt. Nyilvánvaló az, hogy ő megint a napi orosz érdeket mondja. Izrael. Izrael csapást intézett a szíriai fővárosba egy házra? Igen. Tessék mondani, ki van Szíriában? Aki létezik a világon, mindenütt ott van, többek között orosz csapatok is, amerikaiak, irániak, törökök, föl lehet sorolni. Mi a probléma? Milyen ház volt az, ami ellen csapást intéztek? Ahol iráni katonai vezetők az iráni iszlám forradalmi gárdából és a Hezbollah különböző vezetői laktak. Tehát megsértették Szíria szuverenitását? Igen, de egy nap alatt ezt a szuverenitást X-szer sérti meg mindenki. Tehát amit a Zaharova mondott, az igaz, de ha összefüggéseiben nézem, akkor nem igaz. Nógrádi György, nagyon szépen köszönjük ma is, hogy mindezt elmondta, és a vendégünk volt. Visszavárjuk majd ide a stúdióba legközelebb is. Köszönöm szépen. És akkor most kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról, ugyanis tegnap megszavazták az adóemeléseket. Ukrajna szerte, szervusz Gyuri, jó reggelt, szik kívánok. Milyen visszhangja van ennek a szavazásnak?
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ugye több alkalommal is már az elmúlt hetekben szó volt arról, hogy Ukrajna egy nagyobb adóemelési csomaghoz folyamodik, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút. Nos, ez a tegnapi nap folyamán meg is történt, az ukrán parlament elfogadta ezt az adóemelési csomagot, aminek az egyik legfontosabb pontja, hogy 1,5%-ról 5%-ra emeli az úgynevezett hadiadót. Ezt a hadiadót még 2014-ben az Euromajdan után fogadta el az ukrán parlament, és azóta mindenki fizeti egyrészt a béréből, másrészt mindenfajta keresetből, pénzügyi befolyó összegből, sőt, most már ezt kiterjesztenék autó, illetve lakásvásárlásokra is. Egyetlen egy felmentési kategóriát a katonák élveznek, hiszen ezt a pénzt elviekben ugye a hadsereg működtetésére fordítják. Ők továbbra is csak 1,5%-ot fizetnek hadiadóként, mindenki más 5%-ot. Emellett az egyéni vállalkozók számára is további adókat vezettek be, újabb járulékokat kell fizetni, szintén a hadiadó keretében. A magánvállalkozók bizonyos rétegei eddig fel voltak mentve, ez alól az adó nem alól, viszont most őnekik is fizetni kell, illetve a bankok nyereségét is megadóztatják 50%-os mértékben, korábban pedig a jövedéki adóemelésről már döntöttek értelemszerűen. Ez is visszaköszön gyakorlatilag minden egyes termék árában az üzemanyag piacon, leginkább is ugye annak a hatása a gazdaság minden egyes részletére kiterjed. Hát mondani sem kell, hogy nagyon hátrányosan érinti az ukrajnai polgárokat a háborús körülmények között ez az adóemelés. Ugyanakkor nyilvánosan senki sem tud, senki sem mer szót emelni ellene, hiszen a hadseregről, az orosz agresszióval szembeni védekezésről van szó, viszont elemzők kiolvassák ebből az adóemelési csomagból azt is, hogy Kijevben azért érzékelik, hogy nyugatról egyre nehezebb pénzeket becsatornázni, egyre nehezebb külföldi támogatásokhoz jutni, most nem csak fegyverekről, hanem konkrétan anyagiakról, pénzről beszélünk, ezért Ukrajna hosszú távon megpróbál berendezkedni, hogy saját belső tartalékaiból tudja fizetni az ellenállást, amit ebben a háborúban tanúsít. Hát, hogy az átlagpolgár ezt hogyan tudja majd még inkább kigazdálkodni, hogyan tud megélni, az már egy másik kérdés. Ne felejtsük el, hogy a háború előtt is Ukrajna Európa egyik, hanem a legszegényebb országának volt tekintendő. Hát most, miután a háború kirobbanása óta mindennek az ára duplájára nőtt, emelkedett a rezsi is, mindenért többet kell fizetni, a béreket ugyanakkor gyakorlatilag befagyasztották, egy átlag nyugdíjas ilyen 3000 rivnya 30 ezer forintból kénytelen megélni havi szinten, a minimálbért pedig, ezt is befagyasztották, jövőre egész biztosan nem emelnek rajta, az pedig 8000 rivnya, de ha ebből levonjuk az adókat, akkor nettó tisztán, mint egy 6000 rivnyát, 60 ezer forintot kap egy minimálbérre bejelentett dolgozó, csak érzékeltetésképpen az árak körülbelül azonosak a magyarországival, és a rezsiért is közel annyit kell itt fizetni, tehát önmagában a megélhetés is már egy bűvésztrükknek tekinthető, de idézném Danilo Hetmancevet, ugye az ukrán parlament pénzügyi és adóügyi bizottságának az elnöke, minden falfata a negatív felvetés, ami ezt az adóemelési csomagot kíséri, annyit jegyzett meg, hogy a hadsereg az szent ügy, és mindenkinek el kell fogadni, hogy még szorosabbra kell húzni azt az egyébként is már rendkívül szorító nadrágszíjat. Területvédelmi egységek képviseletében tüntettek, illetve ahogyan már itt szó volt a napindító első részében róla, bizony a dezertálás az gyakorlatilag majd nem általánossá vált az ukrán hadseregben. Milyen állapotok vannak tehát ott? Igen, meg tudom erősíteni, a dezertálás valóban hatalmas problémát jelent. A főügyészség közzétett ezzel kapcsolatos adatokat. Ennek alapján kiderült, hogy idén 8 hónap alatt, 2024 8 hónapja alatt mintegy 45 ezeren hagyták el önként az állomás helyüket, és hát dezertáltak gyakorlatilag. Legalábbis olyan esetekről van szó, amit hivatalosan, nyilvánosan is jegyeztek, és ezekben az ügyekben ugye eljárás indult, a ügyészségi eljárás keretein belül. Összehasonlításul tavaly 2023-ban 25 ezer ilyen dezertálási eset
baleset volt, a háború első évében pedig alig 10 000. Ezt ha összeadjuk, akkor hivatalosan is 80 000 a dezertált katonák száma, ugyanakkor Volodimir Bojko újságíró, aki bevonult a hadseregbe önkéntesként és a hadsereg berkeiben szolgáló, azt mondja, hogy szerinte a hatóságok az ügyészség alábecsülik, legalább a duplája, ha nem több azok száma, akik egyszerűen elsétálnak, ott hagyják és hazamenekülnek a frontról vagy katonai parancsnokságaik berkeiből, és Ugledárnál ugye nemrég veszett el Ugledár, ott is nagyon sok alakulatot azzal gyanúsítottak, hogy önként parancsszó nélkül egyszerűen ott hagyták a védállásokat és kivonultak. Nos, az egyik, a 123-as dandárhoz tartozó egyik területvédelmi zászlóval a 187-es katonáit is ezzel gyanúsítják. Emiatt ők egy kisebb tüntetést szerveztek, ahol azt szerették volna elmondani, hogy azért vonultak ki, mert nem kaptak meg megfelelő támogatás, muníciót a háttérból, nem volt fegyverük, nem volt megfelelő az irányítás, kevés volt a lőszer, eleve kiképzés nélkül vezényelték őket oda. Tehát az általuk megfogalmazott kifogásokra a dandár katonai pszichológusa, bizonyos Alexander Puhalszky reagált, aki cáfolta a katonák megjegyzéseit, és azt mondta, hogy a kivonulásuk, parancs nélküli kivonulásuk miatt bűnvádi eljárás indul ellenük. Egyébként Ukrajnában elfogadtak egy olyan törvényt, ami szerint az a dezertált katona, aki rövid idő leforgása alatt 2 héten belül meggondolja magát, és önként visszamegy az állomás helyére, akkor ellene nem indítanak eljárást, folytathatja a katonai szolgálatát. Ugyanakkor olyan történetek, olyan tendenciák is vannak, éppen Volodymyr Bojko, az előbb említett újságíró osztotta meg ezt közösségi posztjában, hogy sokan úgy vannak vele, hogy már talán nem is annyira tiltakoznak az erőszakos kényszersorozás ellen, amikor az utcáról beviszik, hagyják magukat besorozni, és majd már a katonai alakulatoktól igyekeznek gyakorlatilag megszökni, ha úgy tetszik. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, hogy nem csak ma, de egész héten itt voltál velünk, és természetesen jövő héten folytatjuk. Hamarosan pedig érkezik hozzánk állandó szakértőnk Bidló Gábor mezőgazdasági témában. Mi a Magyar-Európai Uniós elnökség célja, illetve hogyan változhat meg az Európai Unióban az agrárpolitika, a támogatáspolitika, mindez majd itt a továbbiakban a Napindítóban, maradjanak velünk továbbra is. A Magyar-Európai Uniós elnökség célja, hogy a tanácsi következtetések formájában mutasson irányt az új Európai Bizottságnak a 2027 utáni közös agrárpolitika főbb irányai kapcsán, különös tekintettel arra, hogy milyen modell alapján történjenek a közös agrárpolitikai forrásainak a kifizetése. Ezt mondta Nagy István agrárminiszter hétfőn Strasbourgban. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Bidló Gábort, a Buda Gabona ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a finanszírozási változtatásokról már korábban egyébként beszéltünk, és sokat emlegettük itt a műsorban, de mi ez a struktúra pontosan, ami változtatni kell a jövőben? Alapvetően arról van szó, hogy amióta az Európai Unió létrehozta a közös agrárpolitikáját, annak alapcélkitűzése az volt, hogy a gazdáknak egy jövedelembiztonságot teremtsen. Ezt a legelején még úgy volt a legegyszerűbb megoldani, hogy volt egy garantált felvásárlási ár, az egészen 2000-es évek elejéig be is, hogy hozta is a hozzáfűzött reményeket, tehát be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan jelentős probléma, ami miatt a gazdáknak bizonytalansága lett volna. Ennek az egésznek az alapja alapvetően a termőterület, és ezért is hívják mind a mai napig ezt a terület alapú támogatásoknak, ugyanis nem arról szól a történet, hogy ki mennyit termel, hanem az, hogy ki mekkora területen termel. Az elmúlt években elsősorban az áraknak az emelkedése, illetve utána a jövedelembiztonság megingása az elmúlt 2 évben felszínre hozta azt, hogy ezt a támogatást, ezt nem a tulajdonosnak, illetve a terület jogszerinti tulajdonosának kéne megkapnia, mert hogy neki így is úgy is van jövedelme, hanem annak, aki ezen ténylegesen gazdálkodik. És ezért a földalapú, területalapú támogatást egyre inkább próbálják eltolni abba az irányba, hogy teljesítmény alapú támogatás legyen, vagy teljesítményhez kötött támogatás. Ez konkrétan, ennek a formája, ez kialakulhat úgy is, vagy elmehet abba az irányba is, hogy azt mondjuk, hogyha bizonyos termésmennyiség mondjuk kiesik, akkor annak a kompenzálására van valamiféle támogatás. Ezt nagyon nehéz ellenőrizni, ezt nagyon nehéz végigvinni, nagyon nehéz egy normatív rendszerre
átalakítani, és éppen ezért most a különböző mutatószámokhoz kötött jövedelem alapú támogatás az, ami az irányába a legtöbb javaslat elindult, ami azt jelenti, hogy azoknak, akik ténylegesen termelnek egy adott területen, vagy ténylegesen egy adott termelési tevékenységet végeznek, tehát nem csak szántóföldi növénytermesztés, de akár a kertészet, akár az állattenyésztés is ebbe a körbe bejöhet, azoknak egy olyan jövedelem kiegészítő támogatás legyen, amit pályázni kell, tehát nem az van, hogy segély, amit adunk, és majd hozzászokunk, hogy ingyen pénz van, hanem egy pályázható támogatás kell, hogy egy bizonyos jövedelem szintet el lehessen érni. És ez hangsúlyosan nem a kifejezetten a tulajdonosoknak, a földtulajdonosoknak, a területnek a tulajdonosainak szólna, hanem sokkal inkább azoknak a termelőknek, akik ebben ténylegesen részt vesznek, és akik ezt ténylegesen csinálják. Az elmúlt tavaszi időszakban, főleg Németországban jött ez nagyon hangsúlyosan elő ez a probléma, hogy ott a családi gazdaságoknak a további élését részben amiatt, hogy több örökös van, tehát többen érdekeltek egy-egy gazdaságnak a működtetésében, egyre nehezebb megoldani amiatt, mert a városoknak és az iparnak az elszívó hatása az fokozódik. Magyarországon is ezt észrevettük, vagy észrevehetjük, hogy gyakorlatilag egyre kevesebben dolgoznak vidéken ténylegesen a mezőgazdaságban, és ennek az egyik oka az, hogy gyakorlatilag azt a jövedelem szintet, amit egy ipari termelésből vagy egy szolgáltatásban el lehet érni, az a mezőgazdaságban nehezen elérhető, főleg akkor, hogyha valaki nem a saját területén gazdálkodik, hanem adott esetben egy bérelt területen gazdálkodik. És ennek a kiegyenlítéséről szólnak most a javaslatok, és ebbe az irányba szükséges az, hogy idén ősszel, vagy az őszi, tehát december végéig ebben valami előterjesztés megszülessen. Ha már az Európai Uniónál tartunk, akkor vizsgáljunk meg egy másik kérdéskört is, ami most megint csak aktuális az árvíz helyzetet követően. Hogyha kára keletkezik például a gazdáknak, de lehet itt szó aszályról, bármiről, tehát ami tulajdonképpen az időjárással összefügg, vagy tényleg bármivel, akkor a kárenyhítés az kinek a feladata egy ilyen helyzetben? Tehát mennyire nemzetállami hatáskör, tagállami hatáskör adott esetben, mennyire Európai Uniós, ki hogy tud segíteni, kinek lenne ez igazából feladata? Hát az unió alapelve az egymás kisegítése, támogatása, egy közös gondolkozás, együttélés, együtt gondolkozás, és ez a utóbbi időszakban nagyjából úgy jelenik meg, hogy kvázi ilyen jutalmat, vagy segítséget adunk, vagy gyors segélyt ad az unió azoknak a károsultaknak, akiket valamilyen katasztrófa ér. Alapvetően ezt az uniós források a normál támogatásokon felül kell, hogy biztosítsák. Tehát én azt gondolom, hogy első körben itt a közös együtt élünk, együtt sírunk, együtt nevetünk elv alapján, ez egy uniós forrásnak kell lennie. Viszont ezek az uniós források, ezeket sajnos látjuk, hogy nem mindig csak a rászorultság alapján születnek a döntések ezeknek a felosztására, és ezért tartja minden ország fontosnak és szükségesnek, hogy ők a saját forrásaikat ehhez hozzátehessék. Ez a mostani árvíz helyzetben teljesen logikus, hogy egy olyan lengyelországi katasztrófa helyzetben, amikor 10 perc alatt másfél méterrel megnőtt egy kis pataknak a vize, és ezáltal komplett kis városokat, falvakat elárasztott a víz, ez nem lehet a helyi közösségnek, csak annak a önkormányzatnak a kötelessége a kártérítés, tehát itt mindenképpen egy nagyobb szintű uniós forrásokhoz való hozzányúlás szükséges. De az a része, hogy azt mondjuk most, hogy Franciaországban az idei napraforgó termés például, az most a mostani csapadékos esős időjárás miatt az most egy lényegesen rosszabb lesz, ez már nem lehet uniós támogatásnak, vagy uniós segélyezésnek, vagy kártérítésnek a része, mert ez sajnos durva ezt így kimondani, de ez az üzleti kockázat része, hogy az időjárás mit hoz. És ezért nagyon nehéz különbséget tenni az egyes károk között, mert az, ami felkészüléssel normál üzleti kockázati körbe besorolható, az sokkal inkább gazdálkodó és nemzeti hatáskör, amit helyileg ki lehet védeni, de az ilyen nagy volumenű károkat, azokat igenis uniós forrásból kell, hogy kárenyhítés megtörténjen.
És ez nem csak arra vonatkozik, ami most az időjárásra, hanem arra is vonatkozik, hogyha valakinek több százezer csirkét ki kell vágni a baromfi vírus miatt, igen. Tehát ezek is azok az intézkedések, amit elsősorban helyileg meg lehet hozni, de erre egy közös olyan alapnak kell lennie továbbra, és működnie kell, amiből ezek a, és megint csak visszatérek az előző válaszra, ami az adott termelői körnek a jövedelem biztonságát megteremti, erre jött részre az unió közös agrárpolitikája, az mind a mai napig működik, tehát az nem egy elvetett dolog, hogy a jövedelmet garantálja, a jövedelmet biztosítsa, de ne segélyek formában, hanem valamilyen kiegészítés formájában. Van egy olyan álhír, vagy inkább rossz következtetés, hogy Ukrajnából kivitték már az export alap 40%-át, és el fog Ukrajnában fogyni a búza, és emiatt hatalmas áremelkedés lesz. Adódik egyébként a kérdés, hogy ez így igaz-e, egy természetes mederben zajló folyamat, és október a 40% előadás, ez egy normális menet lehet-e? Ez egy olyan hír, vagy egy olyan információ, ami akik nem követik rendszeresen ezt a piaci mozgásokat, meg a különböző nemzetközi folyamatokat, azoknak tényleg ez egy ijesztő szám. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy júliusban betakarították a búzát, most vagyunk október 11-én, és már az export árulatnak a 40%-a kiment, hát akkor mi lesz itt a hátralévő 10 hónapban? De ez egy Ukrajnából, illetve a Fekete-tengeri export folyosókon, ez egy normális, természetes folyamat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy pánikra okot adó történet, hanem ez eddig is így volt. Hát körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor még túlnyomó többségében a gabona folyosónak az alakulásáról beszéltünk, hogy lesz Ukrajnából export, meg mennyi mehet ki, hát akkor is láttuk, hogy a 2022-es inváziós támadáskor nem, ami februárban történt, akkor nem a 2021-es búzatermés szorult be Ukrajnába, hanem már a kukorica, mert már akkor is túl voltunk gyakorlatilag a búza exportnak a döntő többségén. Ukrajnából részben a tárolás, részben a logisztikai kapacitások rendszere miatt az, hogy december vége, januárban nagyjából kimegy a búza exportnak a nagy része, ez egy természetes folyamat. Emiatt én nem várom azt, hogy felrobbanjon a piac, és hogy egy jelentős búzáremelkedés bekövetkezzen. Azt, hogy a legutóbbi oroszországi intézkedések, amelyeket most még elemeznek az elemzők, mert ez tegnap előtti információ, hogy annak mi lehet a hatása, az már egy másik kérdés, ugyanis ott megint arról van szó, hogy az orosz kormány összehívta az exportőröket, és vagy egy exportkvótát, vagy egy exportvámot, vagy egy export ütemezést, elhúzást akarnak bevezetni, ami szintén működött az előző szezonban is. Ennek a hatása lényegesen drasztikusabb lehet, hogy ez most tényleg be fog-e következni, és vagy adott esetben egy minimál árat meghatároznak Oroszországban, ott nagyon nagyban függ attól, hogy mi lesz a termésnek a végleges mennyisége. Ma este lesz az amerikai mezőgazdasági minisztériumnak a szokásos havi becslése, ebben elég sok módosítást vár most a piac, nem csak Oroszországra vonatkozóan, hanem a világ egyéb részére is, hogy Oroszországban most 82 vagy 83 millió tonna búza terem meg az idén, az még nem olyan nagy szám, de hogy ez a tavalyi 95-100-hoz képest mekkora csökkenés, az már egy komoly történet, és az már egy komoly változást hozhat a szezon második felében, tehát a januártól júniusig tartó időszakban. Egy percünk maradt még, gyorsan érintsük akkor csak azt, hogy ha ezeket nézzük, akkor Magyarországnak kell-e félnie bármitől, vagy milyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban? Itt elsősorban arra gondolok, hogy az ukrán gabona kérdéskör az nagyon régóta terítéken van nálunk. Igen, egy percben összefoglalva, az ukrán kukorica ára az elmúlt három hétben körülbelül 20-25 euróval emelkedett, amivel nekünk versenyeznünk kell, tehát ez nekünk egy kicsit most jó. A búza exportunkat, az ukrán export az továbbra is lassítja, és egy kicsit nehezíti az orosz bizonytalanság is, hogy meddig fogunk tudni elmenni. Minket alapvetően továbbra is azt kell, hogy motiváljon, hogy tartsuk meg a piacainkat amennyire lehet, és amennyi áruralap rendelkezésünkre áll. Az olaj és magvak története az legyen két hét múlva a következő téma, mert az már egy egészen más piac, ahogy most alakult. Legyen így, visszavárjuk a jövő héten, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És folytatjuk a napindítót a szünet után. Hamarosan az albán regionális helyzetről és a Nyugat-Balkán stabilitásáról fogunk, és Magyarország-Albánia kapcsolatáról, de szóba jön majd a Budapest Design Week, és tartsanak velünk.